Napi rend előtti felszólalásokban a rendőrség képviselőjétől kérdeztek, többen a gyorshajtókra hívták fel a figyelmet és kértek intézkedést a hatóságtól. Megemeli az önkormányzat azt a jövedelemhatárt és előtakarékossági mércét, ami a garzonházba való bekerüléshez szükséges. Császár Zoltán arra tesz javaslatot, hogy a fiatalok mellett az elváltak is kapjanak lehetőséget az ide való beköltözésre. Bognár Ignác azt javasolta, a város alakítsa át a volt mezőgazdasági iskolát, itt is lehetne szociális bérlakásokat kialakítani. A polgármester erre válaszol, kifejtette, e kérdésben már készült egy tanulmányterv. Egy szabályozási terv módosításának köszönhetően új társasház épülhet a Kertész úton. Kiderült az is, top forrásból egy napelempark épülhet, amely az önkormányzati intézmények energiaellátását biztosítja majd. A képviselők elfogadták a Városgondozás Eger Kft.-nek nyújtott működési célú támogatás részelszámolását. Bemutatkozott az új igazgató, Forgó János, aki elmondta, növelni szeretnék a köztéri munkások számát. Napirenden volt egy vállalkozás ösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatási program. Habis László elmondta, 770 új munkahelyet teremt a város legnagyobb munkáltatója, a CETEF. Az előterjesztés egy 400 millió forintos berendezés vásárlásához ad 150 milliós támogatást. Fiatal vállalkozók mentorprogramjának beindításához és egy tanácsadó iroda megnyitásához nyújt 15 millió forintos támogatást a közgyűlés. Kiírták a Harlekin Bábszínház igazgatói pályázatát, és elfogadták a város 2017-18. Évi gyermek- és ifjúsági cselekvési tervét. Tájékoztató hangzott el többek mellett a szakképzés helyzetéről, valamint az EGRI Értéktár Bizottság 2017. évi első féléves munkájáról. Zárt ülésen döntöttek az EGRI Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői megbízásáról. A közgyűlés végén a képviselők megválasztották a magisztrátus borát. Köszönöm szépen, 15.